Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket az irányvonal következő műsorában. Nagyon izgalmas kérdést kaptunk. A jelenések könyve végén olvasható egy gondolat, amit idéznék, és aztán majd az elősz tartozó kérdést szól. A jelenések könyve 21. részének a végén a következőt olvassuk, és a városnak nincsen szüksége napra sem holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosítja azt, és annak szövétnek a bárány. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. A kérdés az, hogy mit keresnek a pogányok a mennybe, hogyan lehet ezt magyaráznunk, egyáltalán kik ezek a személyek. Hát talán érdemes azzal kezdenünk, hogy általában jelések könyvéről pár gondolatot. Ugye jelenése könyve nem érthető meg úgy, ahogyan a Biblia más része. Tehát ez nem egy olyan mű, amit, mint egy regényt, elkezdünk az elejétől, és akkor a végéig elolvasva simán megértjük. A helyzet az, hogy tele van szimbólumokkal, sőt, szimbólumrendszerekkel vagy kombinációkkal, amelyek nagyon megnehezítik az értelmezést, sőt, valójában a szimbólumok kulcsának ismerete nélkül abszolút nem lesz érthető, kimondtan zavaros lesz ennek a könyvnek a tartalma. A második, ami ehhez kötődik, hogy a szimbólumoknak a megoldása, vagy a kulcsa, az nem a Biblián kívül, hanem a Biblián belül található. Ezt azért tartom nagyon fontosnak hangsúlyozni, mert vannak olyan részek, amik úgy tűnnek, mintha a mai világunkra úgy egy az egybe ráhúzhatóak lennének, vagy beazonosítható lenne egy-egy ilyen jelkép, vagy szimbólum. Viszont ezt azért nem szabad megtennünk, mert ez egy 2000 évvel ezelőtti, vagy 1900 évvel ezelőtti mű, és egyrészt bibliai, másrészt a kornak a gondolkodását, vagy azokat az eszközöket, képeket használja, amit az akkoriak ismertek. De visszatérve a lényeg, egyes tudósok szerint kb. 300 olyan ö, ö, utalás, ö, ilyen Biblián belüli jelképekre, eseményekre, személyekre fordul elő, elő a könyvben, amelyeket, hogyha nem értelmezünk, vagy nem ismerjük a, a jelentését, akkor teljesen félre fogjuk érteni ezeket. A kérdéses szakasz, amit itt az elő felolvastam, annak egy izsajás könyve beli ö, háttere van. Úgy is mondhatnám, hogy amit elolvastam, az idézi, Izsias könyve 60. részéből a következő verseket, és ezt most engedjék meg, hogy idézzem. Izsias könyve 60. rész, első három verse, majd a 19 -20. verse így szól. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Nem a nap lesz többi napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többi napod, és holdad nem fogy el, az Úr lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai. Ez a szakasz Isten ígéretei tartalmazza, Izrael számára a babiloni fogság utáni időszakra, tehát itt a Krisztus előtti 6., 5., 4. századra kell gondolni, amikor ők ugye arról szólnak ezek a szakaszok, hogyha hazatérve egy valási, társadalmi, szociális, erkölcsi megújulás megy végbe a társadalmon belül, akkor ez egy olyan pozitív irányú átalakulást eredményez az Izrael közösségében, hogy vezető szerepet kaphatnak a, a népek között, és az a fajta erkölcsi, akár gazdasági előny, vezető szerep az mások számára csodált előny lesz, és ahogy itt fogalmaz, a szöveg mások is a csodájára járnak ennek, sőt az Isten jelenléte látható lesz Izrael népében. Most ez a világosság sötétség metafora ez ebben az esetben az Isten jelenlétét, az Isten ismeretnek a, 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 képét akarja jelenteni. És a szakasz nagyon érdekesen teljesedik, mert Izrael életében így ebben a formában nem teljesedett be, de az Új Szövetség két helyen is utal arra, hogy ennek van egy másik jelentés tartalma, egy olyan dimenzió, amiben ez igazán megvalósult, mégpedig Jézus Krisztusnak a személyében. Az evangélium is utal arra, hogy a sötétségben ülő nép lát egy világosságot, ami ezzel a szakasszal is kapcsolatba hozható, és a világosság az Jézus Krisztus személye. A másik ilyen, az pedig a jelenség könyvének az előbb idézett része. De visszatérve még Jézus személyére, a János Evangélium megörökítette Jézusnak azt a kijelentését, amikor úgy fogalmaz, hogy én vagyok a világ világossága. És ugye itt az Ézselyes könyve szintén erről az úr világosságáról, arról a fényről beszél, ami a feleslegessé teszi az égitesteknek a fényt árasztó befolyását. Nyilván itt nem fizikai értelemben beszél a szöveg arról, hogy most már nem kell nap, meg éjszaka a hold, mert egyrészt ezeknek nem csak világító funkciója van a teremtett világban, hanem ennél sokkal több hanem ennek a lelki tartalma a lényeg, mint metafora, az, hogy a világosságot, a látást, az iránymutatást, vagy a mások számára közvetített példakép szerepet, azt az Isten személye, az Isten jelenléte adja a hívő ember számára. Ez az Ószövetségben Izrael, az Újszövetségben pedig Krisztus, illetve a Krisztus teste az egyház. Na most, amikor a jelenések könyve ezt a ízsiás könyvében olvasható, mondjam így, proféciát, vagy jövendőlést előveszi, akkor azt azért teszi, mert, hogy mondtam, ezt nem, illetve csak részben teljesedett, az emberek életében mondhatjuk nyugodtan, hogy részben, mert csak Jézus személye volt az, akiben ezt tökéletesen teljesedett, viszont Isten az emberek számára is ezt az élményt szeretné egyértelműen adni. És akkor ennek, és egyébként ez a jelése könyve több szakaszára is jellemző, ezt egy ilyen egyértelmű végső beteljesedésként mutatja meg. És végül, hogy egy, a jelenlésre könyve idézett szakaszának az összefüggését is bemutassam, ugye itt az egész szakasz nagyon izgalmas, az a látomás, nagyon izgalmasan kezdődik. Azt olvassuk a 21. rész 9. versében, hogy jött egy angyal, most már az idő miatt csak nagy vonalakban idézem, és János az így szólt, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. A bárány, feles, a bárány az Jézus Krisztust jelenti, a felesége pedig az egyház. Tehát János a következő látomásban az egyházat látja, de a következő tizedik versben így folytatódik, hogy elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a Szent Várost, a Jeruzsálemet, az Istentől a mennyből szállt alá. A lényeg tehát, hogy János fogja látni az egyházat, a bárány mennyasszonyát, erre lát egy várost, és utána a következő versekben arról van szó, hogy hogy néz ki ez a város. De akkor most mit is látunk? Most az egyházat látjuk, vagy egy várost látunk? Igen, mind a kettő igaz, mert egy, egy jelképe az egyháznak ez a város, és hogy értsük, a város kocka alakú, széle, hossza, magassága egy, és egy bibliát ismerő ember azt tudja, fölfedezi ennek a szintén szimbólumát, hogy ez a úszövetségi templom belső helysége volt, az volt kocka alakú, itt őrizték a fridládát, ez volt Isten megjelenésének a helye. Azaz, így gyakorlatilag azt a jelenetet látjuk, amikor a menyasszony és a vőlegény egybe kell, örökre a nászuk beteljesedik, együtt van a férj és a feleség immáron, és elkezdik a közös életüket. Azaz, az egyház életében, az üdvözültek életében örökké ott lesz az Isten jelenléte, mert egybe kell a pár, és elválaszthatatlanul együtt marad. És hogy mit keresnek itt a pogányok? Hát nem csak azok lesznek ennek részei, akik az egyháznak a látható részei voltak, hanem mások is, Jézus ezt úgy fogalmazza meg, más Juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak hangomra, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Ez az egy nyáj és egy pásztor beteljesedése van ennek a jelenések könyve szakasznak a hátterében, ahol mindaz, aki hit, aki magáévá tette azt, hogy Jézus az ő üdvözítője, az ott van ebben a jelenetben. Azt kívánom minden kedves nézőknek, hogy mindannyian legyünk ott ezen az alkalmon, az üdvözültek seregében. Isten áldja meg Önöket!